szoftveremmel ilyen prezentációt lehet csinálni, mint amit én előadok. És a Bacon.js-ről fog beszélni, a Bacon.js library-ről és a funkciós reaktív programozásról úgy általában, hogy mire lehet használni és miért jó. Tehát mi is ez a funkcionális reaktív programozás? Tehát a funkcionális programozásra én azt gondolom, hogy többen tudnak valamit, mint ahányan gondolják. A JavaScript az egy egész használható funkcionális nyelv. Mi kell ahhoz legfőképp, hogy a nyelv az funkcionális paradigmában használható legyen? Az, hogy a függvények, azok first class objektumok legyenek, tehát hogy egy függvényt ezt értékül tudja eladni egy változónak, illetve egy függvényt egy másik függvény paramétereként át tud adni. És JavaScript-ben ilyet lehet csinálni, sőt ennek köszönhetően nagyon jó lista manipulációs megoldások vannak, és az adatot nagyon jól lehet funkcionálisan feldolgozni. Tehát még ha van egy ilyen többünk, hogy 1, 2, 3, 4, akkor arra egyrészt tudunk hívni egy olyan függvényt, hogy for each, aminek paraméterként be tudunk adni egy másik függvényt, ami csinál valamit. Mondjuk itt például a konzolra kírja az innek az értékét. Ez a dupla nyilas lambda függvényjelölés, ezt a JavaScript 6-ból kölcsönöztem, TypeScript-be használni is lehet, már szerintem sokkal tömörebb, ezért ezt fogom használni. Hát így kírja, hogy 1-2. Tehát ez lényegében más, mint hogyha egy for ciklust írsz, nem csak egy szintaktik sugár, hanem itt arról van szó, hogy egy függvénynek beadsz egy másik függvény paraméterül, annyiban nem funkciós, hogy mellékhatását használod ki, hogy a konzolra ír. De ugyanígy tudsz egy tömböt filterezni, tehát itt egy filternek átadhatsz egy függvényt, ami megmondja, hogy melyik elemét akarod megtartani a tömnek, és azt visszaadja, itt még a páros elemeket fogod visszakapni, a kettőt és a négyet, és ezt akár tovább láncolhatod másik függvényekkel, vagy a visszatérési érték az adat. Vagy tudsz mappelni, ami azt jelenti, hogy a tömbből akarsz képezni egy másik tömböt, és azt a függvényt adod meg, ami az elemeket új elemeké képezi, mondjuk akkor az fog történni, hogy a tömb minden eleméhez hozzáadunk egyet, és úgy képezünk egy másik tömböt, tehát ebből lesz a 2, 3, 4, 5. Ezzel nagyon kényelmes dolgozni. Úgyhogy teljesen jogos, hogy egy programozó ezek után azt gondolja, hogy jaj, de jó lenne, hogyha az eventeket is ilyen egyszerűen lehetne használni. Milyen jó lenne, hogyha azt mondhatnám, hogy vannak egéresemények egymás után, mondjuk move, move, down, move, up, move, move, és csak egyszerűen mondhatnám azt, hogy én ezt szeretném kifilterezni és megkapni csak a mouse move eseményeket. Vagy szeretnék olyat csinálni, hogy ezekből drag eseményeket akarok csinálni, amikor move-olok, és ezt funkcionálisan szeretném leírni. Erre akár egy for each-et is hívhatnék, és akkor megmondhatnám, hogy mi történjen mondjuk egy egér mozgató eseményre. És az a jó hír, hogy ez működik. Tehát ilyet nem tulajdonképpen lényegében pontosan, hogy így lehet csinálni, hogyha funkcionális reaktív library-t használtok, csak nem tömböt használtok, hanem streamet. A stream az olyan, teljesen egy tömb, olyan, mint egy lista, csak a kiterjedése az időben van. Tehát így jönnek az események egyik, másik, aztán tovább, aztán hamarabb, és így egymás után jönnek, és az időben kiterjedve egy adott szerkezetet kapunk, amit pontosan úgy manipulálunk, mint egy listát. Tehát mondjuk, hogyha az egér draggelést akarjuk felismerni, látjuk itt vannak az események, akkor csak ennyi kell csinálni, hogy először leszűrjük, hogy vegyük csak azokat az egér lenyomásokat és felengedéseket, ebből képezünk egy olyan többet, amiben pont az van benne, hogy mikor van lenyomva az egér, és ezzel filterezzük le az eredeti listát, tehát pont a lenyomott gomb mozgatásokat kapjuk, ami maga a draggelés. Ezt leírhatjuk kódban is, semmi más, mint hogy vesszük azt a streamet, ami egy Bacon.js helperrel, ami a egéreseményeket tartalmazza. Először filterezünk down-upra, rámeppeljük egy logikai értékeket tartalmazó tömböt kapunk, és ezt befilterezzük az eredeti fönti tömböt ezzel a streammel, akkor megkapjuk a draggelést. És aztán nem for each-et kell írni, hanem on-ból jut az egyetlen egy különbség, akkor mondhatjuk, hogy mi történjen, amikor ezek a streamek, amikor ezen a streamen jönnek. Mire jó ez az egész? Hát egyrészt arra jó, hogy a kódunk deklaratívvá válik. Nem azt fogjuk leírni, hogy mit csináljon a kód, hanem azt fogjuk leírni, hogy nem azt fogjuk, hogy hogyan, hanem azt fogjuk leírni, hogy igen, pont azt, hogy mit. Tehát nem azt írjuk le, hogy hogyan dolgozza a szemtét, nem azt mondjuk, hogy lépésről is, amit történik, tulajdonképpen a feladatot fogalmazzuk meg egy deklaratív formátumban, és ilyen kvázi mágikusan ezt meg le fog futni. Nincsen mutable state, és legfőképp nincsen shared state, az egész sokkal jobban skálázódik. Ha le tudsz írni egy funkciós reaktív módon egy algoritmust, akkor ezt rögtön párhuzamosan is tudod futtatni, nem okozhat semmi problémát. És ezen kívül pedig az aszinkronitást lehet vele pont ugyanezen a mutable state hiányon ilyet nagyon jól kezelni callback-ek nélkül. Ez 5 percben nem fér bele, hogy erről beszéljek, de szívesen beszélgetek róla előadást, ha valakit érdekel. Köszönöm.
hogy a mármint, hogy a FLP alternatívája, vagy a BaconJS alternatívája. És két, az RxJS, az Rx Reactive Extensions, az a Microsoftnak egy égető megoldása, aminek nagyon sokféle implementációja van. Az egyik JavaScript az RxJS, meg a BaconJS, ez a két fő FLP library. Ezek közül választani, ez leginkább ízlés kérdése. Tehát mind a kettő nagyszerűen használható, vagy kicsit más hozzáállása van egy-két dologhoz. A legnagyobb különbségeként az, hogy a BaconJS-en megkülönböztetik azokat a streameket, amik valamilyen állapotot kódolnak, és ezért egy állandó állapotot fejeznek ki, mondjuk, hogy egy egér le van-e nyomva, vagy fel van engedve, az egy állapot, meg az eventeket, amik csak időnként ott vannak, és köztük nem lehet semmi ezek az event streamek. Igen? BaconJS ez? Nem tudom. Szintén szóval, ja, a BaconJS-nek pont az előnye szerintem, hogy a JavaScript az nem egy tisztán funkcionális nyelv, ezért nagyon ízlés szerint elmentetett, hogy mi az a szint, amennyire tisztán funkcionális kódot írsz, és ahogy én a BaconJS-t láttam, aztán ők mindig az van, hogy a végén ott van az imperatív rész, amikor a mellékhatásokat megcsinál. Igen, de egy teljesen funkcionális BaconJS kódot én még nem láttam. Ha teljesen funkcionális nyelvet akarok adni JavaScript-ba, akkor én inkább az elmet ajánlom egyébként, ami egy unifunctional nyelv, és az a tényleg is nem az imperatív kódot írni, akkor se akarsz. Igen? Hát bármire lehet használni, tehát de legfőképp azt mondom, hogy két dologra, az egyik a user interakcióknak a feldolgozására, tehát még tipikusan ilyen, mint egy reggelésnek a felismerése, illetve hát ez egészen odáig, hogy tehát magukat a feature-öket is aztán lehet streamekkel megfogalmazni, hogy hogyan lesz egy egér eseményből valamilyen akció, mondjuk egy egér reggelésből, hogyan lesz a végén az, hogy egy objektum alá kerül valahova egy prezident. A másik pedig hát a különböző aszinkron hálózati elérések, tehát amikor valamilyen backend service-t akarunk használni, annak a kliens oldali kódjához a funkciós reaktív kód, az tényleg sokkal rövidebb, sokkal egyszerűbb, és kevésbé lesz hibás. Amikor átírtuk az egyik ilyen bonyolultabb backend service-nek a kliens oldali kódját, akkor nem csak felére csökkent a kódsorok száma, de azonnal mondjuk a bug 80% egyszerűen eltűnt. Igen? Ez hogyan viszonyul az Erlang OTP-hez? Köszönöm. Tessék? Hogyan viszonyul az Erlang OTP-hez? Nem értek az Erlanghoz, sajnos erre nem tudok válaszolni. Nem az Erlang mondtad az előtt. Nem, én Erlang mondtam. Tehát te Erlangot mondtál, nem? Igen. Hát semmi köze egymáshoz. Nem, hát az Erlang az egy Haskell motivált, tisztán funkcionális nyelv, a szintesis és ehhez kell remosolni, amiben a JavaScript-et fordít. Egyébként az M-nek a fő fejlesztője, a Prezinél dolgozik egy ideje, az M főként. Egy nagyon izgalmas projekt szerintem. Ja, akkor kéne választanom. Az elmúlt évben.